Hangolás és még néhány infócsere. A kulisszák mögött már mindenki a koncertre koncentrál. A Rocksüli most ünnepli a 30. tanévét, és arra gondoltunk, hogy valami méltó ünneppel szeretnénk ezt megünnepelni, és az az eredménye, hogy 30 évünkből 30 dalt fogunk ma előadni. Továbbá nem csak egy ilyen visszatekintés, hanem régi diákokat, régi tanárokat hívtunk meg újra, akik a mostani diákokkal, mostani tanárokkal együtt fognak játszani. Rocksulisnak lenni Debrecenben fogalom. Az, hogy most az egykori diákok, sokakból ma már neves zenész lett, együtt állhatnak a színpadon régi tanáraikkal és a mostani fiatalokkal, nem mindennapi hangulatot teremtett a Roncsban. Az első tanévben 3 tanár volt és 20 diákkal kezdődött az 1989-90-es tanév. Ma meg már nem csak a létszám, hanem sok más is változott. A rock viszont, mint tudjuk, örök. A kíváncsiság az nem változott. Az eszközök, a technikák azok viszont rengeteget. Tehát mi tulajdonképpen kazettás magnóval indultunk, és most mobiltelefonnal és internettel tanítunk, úgyhogy ez hatalmas változás. De maga szerintem a lényeg az, a kíváncsiság, a motiváció, a rockzene, a könnyűzene nyújtotta motiváció vagy lehetőségek, azok a kezdetektől ugyanazok. A Rocksuli kortalan, ovistól a nyugdíjasig vannak tanítványok. Ez egy közösségi zeneoktatási helyszín, ahol nyilván könnyű zenét oktatunk, és megpróbálunk ezt mindegy olyan közösségbe, ahol pótoljuk ezt a fiatalok életéből kimaradó közösségi élményeket is. A diákok, miután kirepültek a fészekből, sokszor saját zenekart alapítanak. Az iskola falai között ehhez nem csak a zenei tudást kapják meg. Nagyon sok mindent tanultam szakmailag, ugye ez a tanáromnak köszönhető, aki nagyon figyel mindig arra, hogy személyre szabott legyen az oktatás, hogy mindenkinek a saját kis egyéniségére szabva tudja átadni a tudását. Volt olyan, aki több évvel ezelőtt állt utoljára Rocksulis színpadon. A 30. tanév megünneplésére volt, aki Katarból, Angliából vagy Németországból utazott haza a fellépés kedvéért. Meglepődtem, mikor felhívott a volt gitártanárom, Zoli, hogy van-e kedved a fellépni, és így hát mondom, köszönöm szépen, hogy gondolt rám, és így nagyon megörültem neki, hogy ezen az eseményen részt vettek, és tényleg részesülhetek ennek a 30 évet lezáró ilyen gála műsorba. Az est folyamán több mint 100-an léptek színpadra.